Azért, mert hogy a türelmetlenség be fog indítani egy ingát. Mert hogyha nem vagyunk türelmes, akkor ma az egyik irányba fogunk elindítani az ingámat, ezért utána az lesz, hogy inga el fog indulni másik irányába. És akkor ott már megint valami zavar lesz, és akkor megint türelmetlen leszek, és ettől megint adok val energiát ingának, akkor az elmegy túloldalra. Ezért azt mondják, aki nem türelmes, ez nem jelenti teljesen megállni, hanem egyensúly belül. Azt mondják, aki nem túl. A türelem azt jelenti, hogy túlzásba nem menjünk. Szóval valamire reagáljunk, valamire nem reagáljunk. Mert hogyha egy kicsit reagáltunk valamire, akkor egy kicsit indul az inga. Hogyha túl reagáljuk, túl megy az inga. Szóval a türelem ez, amikor nem reagáljunk túl pozitív vagy negatív dolgokat. Bhagavad Gita is azt mondja, a bölcs nem túl örül a jó dolgoknak, és nem túl bánkodik, hogyha negatív dolgok történnek.